Január 1-től új parancsnok irányítja a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokság munkáját. Az ünnepélyes állománygyűlésen Simicsko István honvédelmi miniszter ünnepi beszédében megerősítette, a fő cél, hogy az Rényi 2026 honvédelmi és haderőnem fejlesztési program sikeresen megvalósulhasson. Mindig eszembe jut ilyenkor a Szentírásból a példabeszédek egyik ajánlása, hogy a megromlás előtt felfúvalkodik az ember elméje, és a tisztesség előtt pedig alázatosság van, úgyhogy nézzék ezt, hogy a katonai hierarchia szabályrendszere szerint ez így működik, hogy kürtelés, nem tudom, a parancs kihirdetése és aktuális honvédelmi miniszternek a neve elhangzik, úgyhogy nem én kértem, de hát ez a forgatókönyv. No, viszont akkor kezdjük azzal, hogy amikor ide érkeztem, akkor a három tábornok úrral, vezikari főnök úrral, huszártábornok úr és koromtábornok úrral beszélgettünk, hogy megtörtént az átadás, átvétel, és megkérdeztem koromtábornok úrtól, hogy milyen idézettet szeretne hallani Szalézi Szent Ferenctől, vagy pedig Marcus Aurelius-tól. És hát nyilván az, aki őt ismeri, azért a karakterét gondolom az elmúlt néhány évtizedben megismerték őt, ugye egy szigorú, fegyelmezett katona hírében áll. Ezért aztán mégis inkább lehet, hogy mind a kettőt elmondom neki egyfajta instrukcióként. Az egyik idézet az úgy szól Szalézi Szent Ferenctől, hogy nem azok a legszentebbek, akik a legkevesebb hibát ejtik, hanem azok, akikben a legtöbb bátorság, bőkezűség és szeretet lakozik. Akik a legmerészebben törekednek önmaguk gyengességeinek a legyőzésére, mindannyian küzdünk ezzel, és akik nem rettegnek túlságosan attól, hogy elbotolhatnak. Szerintem ez is mindannyiunk számára, nem csak az új parancsnok számára tanúságos és adott esetben egyfajta figyelmeztető hitvallás is lehet. Marcus Aurelius pedig úgy fogalmazott annak idején, az ókori Rómában, hogy az élet inkább hasonlít birkózáshoz, mint tánchoz. Ebben is sok igazság rejlik. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak van egyfajta élettapasztalata erre vonatkozóan is. Nyilván föl kell készülnünk az előttünk álló eshetőségekre és a váratlan folyamatokra is. Tehát egy jó parancsnok, egy jó vezető arra törekszik, hogy ennek szellemében vigye a csapatokat, vigye az embereket és védje a hazát. A helyzet az az, hogy nyilván egy honvéd miniszternek sokféle elvárása lehet a tisztikar irányába, az összhadonő parancsnokság irányába is. Én csak arra szeretném mindannyiunkat emlékeztetni, hogy történelmi jelentőségű fejlődés időszaka indult el a Magyar Honvédség életében. És ez talán nem szerintelenség, amikor ezt mondjuk magunkról. Mindannyiunk közös munkája szükséges ahhoz, hogy ezzel a történelmi lehetőséggel éljünk és jól éljünk. A költségvetésünk növekszik. A lehetőségeink adottak arra, hogy észszerűen, jól elköltve ezeket a forrásokat, tényleges fejlődés időszaka induljon el a Magyar Honvédség életében. Természetesen a katonák egyéni felszerelésétől kezdve egészen a legmodernebb technológia megszerzéséig. Azokkal a fegyvernemi képességekkel kell rendelkeznünk, amelyekkel a 21. században szükséges, és látjuk azokat a veszélyeket, azokat a kihívásokat, amelyekkel szemben föl kell lépnünk a magyar emberek biztonságának garantálása érdekében. Amit szeretnék hozzátenni röviden, az, hogy én tanítottam vezetési elméletet nagyon sokáig, ezért még engedjenek meg onnan is egy-két példát. Azt hiszem, ez sem haszontalan. Ugye, amikor Maslownak ismerjük a szükségletek hierarchiáját, hogy az embereket mi az, ami mozgatja. Mert alapvetően én úgy vagyok ezzel, azt hiszem vagyunk ezzel jó néhányan, akik a közösséget szolgáljuk, hogy az ember nem csak azért születik meg, hogy létezzen, hanem azért születünk, mert valahol, valamikor, valamilyen mértékben, valamilyen módon, de biztos, hogy küldetésünk van. Tehát mindannyiunknak van küldetése. Ezt meg kell találnunk, hogy mi a küldetésünk. Önök megtalálták, mert a katonai hivatást választották, a legnemesebb és a legszentebb hivatást, és védelmezik a civil állampolgártársainkat, védelmezik a hazánkat. És ez olyan küldetés, amely egyedülálló küldetés. A közösség szolgálatának minden formája az, a polgármesterség, a képviselőség és sok-sok minden más az orvosi hivatás is, a pedagógus hivatás is, hiszen betegeket gyógyítani, gyermekeket nevelni, jóra, ez mind-mind olyan élethivatás, olyan küldetéssel jár, amely nagyon nagy értéket jelent egy közösség életében. És amíg vannak ilyen közösségformáló, közösséget védő, nevelő, alakító emberek, nyilván a lelki atyákról nem is beszélve, a lelkipásztorokról, akik segítik az embereket a hitük megtartásában és megerősítésében,
ettől lesz értékes egy közösség, egy nemzeti közösség, hogyha mindenki megtalálja maga küldetését, a maga helyét ebben a földi világban, és be tudja tölteni a rendeltetését. Azonban vannak emberek, és sokféle emberek léteznek a környezetünkben, és McGregor úgy fogalmaz a vezetésemet egyik nagy tudora, hogy kétféle embertípus van. Az egyik, aki felelősséget vállal, aki közösséget szolgál, aki nap mint nap küzd, kiáll, alkot, és minél több mindent szeretne létrehozni. A másik ember pedig hát inkább létezik. Tehát passzívan nem vállal felelősséget, fél az élettől, visszább húzódik. Én most nem azt mondom, tehát nem kell megbélyegezni senkit, de jó vezetőnek egyszerre kell motiválni azokat az embereket is, egy jó parancsnoknak is, aki egyébként kevésbé aktív, kevésbé nagy munkabírású, de meg kell próbálni nagy célokat megfogalmazni, és ezekhez a nagy célokhoz megnyerni az embereket. Ez a legfontosabb. Amikor nagy célokat fogalmazunk meg, nyilván azért elérhető célokat kell megfogalmazni, de nem lehetetlent, tehát nem akarunk most, nem tudom én, űrhajót gyártani és csillagászati akciókat végrehajtani, tehát nincsenek ilyen nagy céljaink, de az biztos, hogy elérhető célokat kell megfogalmazni, és ez az embereket meg kell tudnunk nyerni. Akkor tudunk eredményesek lenni, hogyha a ránk bízott emberek hisznek abban az ügyben, amit mi megfogalmazunk. És tettekkel bizonyítjuk is, hogy mert ugye a hit is tettek ilyen meghalt, tehát tettekkel bizonyítjuk is, hogy afelé haladunk, és el fogjuk érni azt a célt, és ez egy közös siker lesz. Tehát én azt mondom, hogy most a Magyar Honvédség életében ez egy közös siker lehet, hogyha végig visszük az Zrínyi haderőfejlesztési programunkat. És nap mint nap, ha nem is nap mint nap, de havonta, fél évente be tudunk jelenteni kézzelfogható, látható képesség bővülés növekedést. Tehát ezért is mondom azt, hogy történelmi lehetőség előtt állunk. Eszembe jutott még itt ugye Márai Sándornak az a bölcsessége, szintén ő nem beszélt gondolom McGregorral, de ő leírta, hogy a kétféle lustaság létezik, ez a vízszintes és a függőleges lustaság. Bizonyára ismerik sokan ezt a gondolatot, amiben szintén nagy életbölcsesség lakozik. Ez alapvetően arról szól, hogy ha valaki esetleg nem ismerné, ugye a vízszintes lustaság az az, amikor nem tűzünk ki nagy célokat, nem alkotunk stratégiát, mit akarunk elérni az életünkben. Tehát a horizontális nézőpontból nem alkotunk nagy célokat. És elkövetjük azt a lustaságot, hogy letelik az életünk, és nem is éltünk, nem is valósítottunk meg semmit. És aztán majd, hogy hogyan számolunk el ezzel, az egy külön történet. A függőleges lustaság az pedig a napi döntéseinket nem hozzuk meg. Ugye Mária azt mondja, hogy ez a legnagyobb bűn, mert így a stratégiai célok sem lesznek elérhetőek, mert naponta kell hoznunk ahhoz döntéseket, alapvetően jókat kellene, döntően legalábbis, hogy elérjük a nagy célokat, a stratégiai célokat is. Tehát elkövetjük a napi lustaságot is, és elkövetjük a hosszú távú vízszintes értelmű lustaság hibáját is, vagy bűnét is. Tehát én azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy nyilván nem kell kapkodnunk, nem kell ötletelnünk, hanem van egy világos stratégiai gondolkodás, ami megelőzte az Zrínyi haderőfejlesztési programnak a végrehajtását. Ezt kell végrehajtanunk. Naponta kell hoznunk döntéseket, de a katonák érezzék azt, hogy igenis van világos, egyértelmű jövőkép. Hogy milyen magyar honvédséget szeretnénk, arra a kérdésre megvan a válasz. Az Zrínyi haderőfejlesztési programunk választ ad erre. Sokat beszéltek már, elődök is, senkit meg nem bántva, sok-sok ígéret hangzott el, sok-sok reformról beszéltek, mindig leépítés volt, létszámban is, technikában is. Ez volt a következménye. Ezért már reformszót most nem használjuk, mert már sajnos ilyen értelemben elődök elég rendesen amortizálták ezt a gyönyörű szép kijelentést, de, vagy mondatot, vagy szót, vagy fogalmat, de ez már most itt nem állja meg a helyét. Tehát fejlődés, ez a lényeg. Modernizáció, tényleges modernizáció, technikai értelemben is. Szellemiségben szerintem rendben van a Magyar Honvédség. Ha látja, hogy vannak világos víziók, akkor az emberek egy olyan közösséghez tartoznak. Éppen arról beszéltem vezérkari főnök úréknál is, most hogy egy pár mondatot, mielőtt bejöttünk ide, hogy azért az az érdekes helyzete van a Magyar Honvédségnek, kérem a sajtót ezen ne éljen vissza, jó értelembe véve mindig is valamilyen módon talán egy sajátos szerzetes rendhez hasonlít, mert egy zárt közösség. Belső szabályai vannak. Egy nagyon szigorú szabályrendszer szerint fegyelmezetten élik az életüket. Miközben egyébként úgy látják el ezt a feladatot, hogy közben egyébként a hazavédelme meg nemzeti ügy. Tehát nyitni kell a társadalom felé. Tehát ez a sajátossága a Magyar Honvédségnek.
hogy igen, van egy belső szabályrendszered, annak olyannak kell lenni, hogy megállja a helyét, vonzóvá tesz egyébként, tehát hívja a fiatalokat is, és a hazáért elkötelezett embereket, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban, és van egy átmeneti stádium is, egy olyan lehetőség, egy most nevezzem előszobának, amely a tartalékos rendszerben való szerepvállást, kinyitását jelenti. Ugye szeretnénk egy 20 000 fős tartalékos állományt 2026-ra. Minden járásban szeretnénk létrehozni önkéntes területvédelmi egységeket, nevezzük századoknak. Ez egy 20 000 fős állomány, ez óriási lehetőséget ad a Magyar Honvédség számára, képességekben, erőben, utánpótlásban és sok-sok minden másban, meg a társadalom felé való nyitásban. Tehát ezt is elkezdtük, ezt a munkát, 6 000 fő fölött járunk. Én azt hiszem, hogy ez egy helyes irány, ugye emlékeztetnék arra, hogy 2010-ben 17 tartalékos katonája volt a Magyar Honvédségnek. Tehát ebben azért munka van, még hogyha most érkezett el az a pillanat, hogy az anyagi motivációs rendszert is össze tudtuk rakni, van rá költségvetési forrás, és nagyobb léptékben és lépésben tudunk haladni előre a tartalékos rendszer bővítésében is. És természetesen az a célunk, egy 30 000 fős aktív magyar honvédségi állományt alkossunk. Úgy látjuk, hogy ez 2026-ra mindenképpen elérhető. A költségvetési források rendelkezésre állnak erre. Ugye 2024-re elérjük a bruttó hazai össztermék, tehát a GDP 2%-át. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. Ez 1000 milliárd forint fölötti költségvetés fog jelenteni. A végezetül azzal zárnám, hogy G. Keegan-től hagy idézzem a hadvezéri mesterség ismérveit. Adott esetben a jó vezető, a jó parancsnok ismérveit. Ugye egyrészt utalva arra, hogy mégiscsak egy zárt rendszerben élik az életüket a katonák, belső szabályrendszer szerint, nagyon fontos a kapcsolattartás. Nagyon fontos a parancsnoknak a katonákkal való kapcsolattartás. A hasonlóság érzékeltetése. És én azt hiszem, hogy ezt önök kiválóan gyakorolják, valamennyi parancsnokunk. Szerintem ez a helyes, hogy jó kapcsolat legyen a katonák, a beosztott állomány és a vezetők között, a parancsnokok között. Nagyon fontos a meggyőzés képessége. Hogy meg tudjuk győzni az állományt arról, hogy mi is a feladat. A 21. században én látom a gyermekeimen, hogy másként működnek. Másként lehet motiválni, mert régen elég volt, hogy parancs értettem. Én is voltam sorkatona másfél éven át, 86-87-ben. De 1887-ben. Tehát a lényeg, hogy ma már nem úgy működnek a mai gyerekek, mint a 20. századiak működtek. Tehát ez egy nagyon kemény és nehéz nevelői munka is egyben, a parancsnokok. Mert parancsnokok is sikeresek akarnak lenni, nem? Azt szeretnék, hogy megoldódjanak a feladatok. A végrehajtó állományt meg kell győzni valamilyen módon. És ez persze sok minden kell, de ezt a képességet mindenképpen ki kell alakítani. Ez akkor, ma már én azt látom, hogy akkor könnyebb talán meggyőzni az állományt, hogyha a parancsnokban meglátják azokat a személyiségi jegyeket, amelyeket ők, ha nem is példaképnek tekintik, de hitelesen is bíznak benne. Ezt kell kiverekedni és kivívni egy jó parancsnoknak. Sokkal könnyebb dolga lesz, hogyha ezt eléri az elején, utána már mennek könnyebben a dolgok. Nyilván kell a parancsnoknak valamilyen szankcióbeli képesség is. Azt most úgy értem, hogy jutalomázás is, és adott esetben, ha olyan valaki csúnya dolgot csinál, akkor nyilván az büntetést is von magot. Ez így van a civil életben, és is mindenhol így van. Ne kelljen alkalmazni. De a lehetőség ott kell, hogy legyen a parancsnok kezében, nyilván a szabályok alapján, természetesen, jogszabályok alapján. A cselekvőképesnek kell lenni a parancsnoknak, és ezt föl is kell tudni mutatnia, mindig is. Cselekvőképes. Nem cselekvőképtelen, nem korlátozottan cselekvőképes jogi kategóriák, polgári jogi kategóriák értelmében, hanem valóban cselekvőképes, alkotóképes emberről van szó. Rendelkezik a tudással és a látással, tehát tudja, hogy mit akar. És ezt szakszerűen el is tudja mondani az embereknek, a beosztott állománynak. És hát nyilván a példamutatás, ezt mindig elmondjuk. A példamutatás, a személyes hitvallás, az, hogy ő is bátor kiállás, ez mind-mind fontos ahhoz, hogy az állomány kövesse a parancsnokait. Úgyhogy én összességében hát ennyit tudnék mondani, ilyen kvázi atyai jó tanácsként, de nyilván én a politika világából, meg a civil világból mondom mindezt. A katonáknak van egy sokkal könnyebb helyzete, mert tényleg szigorú szabály szerint élik az életüket, de azért mégiscsak könnyebb, vagy hát hogy mondjam, a könnyebb helyzet egyben nehezebb is, és nehezebb világot és időszakot élünk. Ezért én mindig azt szoktam mondani minden fiatalnak, minden új parancsnoknak, minden új vezetőnek,
hogy alapvetően nyilván a szigorúság, a határozottság, a következetesség, a helyes célok megélése, a jó ügyek szolgálata mellett vajon hitet, azonban szerezze meg mindenki azt a jó tanácsot, amit szintén Márai alapján mondok, a szív és a jellem műveltségét. Ez nagyon fontos, hogy érezzék, tehát hogyha mi a civil világban és a keresztény világban mindig úgy fogalmazunk, hogy ha beszélünk, akkor szeretetből beszéljünk, látszik a szemünkön, őszintén, tisztességesen. Ha megdorgálunk valakit, akkor szeretetből dolgáljuk meg, ez gyerekeinknek is mondom mindig, tehát nem rossz szándékkal dolgálom meg, hanem szeretetből, mert azt szeretném, hogy ne kövessen el olyan hibát, mint amit esetleg én elkövettem, neki jobb legyen és könnyebb legyen az élete. Ha megbocsátunk, szeretetből bocsássunk meg. Tehát ez nagyon fontos erény. Lehet, hogy furcsa, hogy a katonák előtt erről beszélek, hogy a szeretet mennyire fontos, de higgyék el, hogy ez egy fontos, hogy emberségesek tudjunk maradni. Fegyverviselési jog, és sok-sok minden kemény dolog van önök életében, és a hátuk mögött is már, amit elhagytak, de mindig fontos, hogy legyen lelkünk, legyen szívünk, és csak akkor tudunk jót szólni, csak akkor tudunk jót gondolni, és jót cselekedni, hogyha a szív és a jellem műveltségéből tesszük, ha hittel tesszük, ahogyan egyébként ezt a gondolatot nálamnál bölcsebb szent ember fogalmazta meg, Szent Kamil, aki a betegek és a haldoklók és a kórházaknak is egyben a védőszentje, aki egyébként abruzzói katonatisztnek volt a fia, és ő maga is katona lett. Nehéz gyerek volt, de aztán az első sebesülését követően, amikor bekerült Rómába, a Szent Jakab kórházba, akkor rájött, hogy mennyi beteg van és mennyi szenvedés van, és akkor tért meg, akkor tért a jó útra, és szenté vált, és nagyon-nagyon sokat, és ezt a jót tenni, jót gondolni, jót szólni, ezek mind-mind tőle származó gondolatok. Szerintem fontos, hogy e szerint éljük az életünket. Ugye ő azt mondta, hogy ekkor nyílik meg a lehetőség arra, Jóisten kegyelméből, hogy a mennyország kapuja nyitva legyen előttünk. Úgyhogy szerintem fontos egy hadseregnek, hogy legyen szellemisége, fontos, hogy legyen hite, és ez a hite, ha lehet, akkor keresztény legyen, ebben a mai világban pedig ez különösen fontosnak látom. Úgyhogy egy hadsereg erejét elsősorban ez adja, és erre lehet építeni mindent mást. Hogyha ez megvan, és ez rendben van, a szellemiség jó, akkor sok-sok mindent el tudunk érni, összefogva, egymás segítve. A legköszönő Huszár János altábornagy 2016. március 1-től látta el az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki tisztjét. 2018. január 1-én a Magyar Honvédség honvédvezérkarának főnök helyetteseként folytatja katonai pályafutását. 2016. augusztus 1-én, amikor hasonló körülmények között álltam itt, és a beosztásomban, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki beosztásába beiktattak, akkor arról vallottam önöknek, hogy ez az időszak, amikor egy katona magasabb vagy más beosztásba kerül, akkor rákényszeríti arra, és egy furcsa érzés keríti hatalmába, hogy számot adjon, elsősorban önmagának. Ez a mostani helyzet is hasonló, csak most arról is számot kell adni, hogy mit tett az elmúlt időszakban, és mit tett együtt a kollégáival az elmúlt időszakban, és erről olyan felelősségekkel számot adni, hogy a következő, aki a beosztását elfoglalja, az ebből tudjon merítkezni, és tudjon eredményes munkát végezni. Ez a beszámolás, ez sokkal szabályzottabb és sokkal feszesebb metódusok alapján történik, mint ami az előbb említettem, illetve amiről beszámoltam önöknek 2016. augusztus elején. Tisztelettel jelentem, hogy ezek mentén, a feszes szabályzók mentén is sikerült számot adni arról az átadás átvétel folyamán, hogy kollégáimmal az elmúlt időszakban mi az, amit tettünk, és arról szerencsére nem kellett számot adnom, vagy számot adnunk, hogy mi az, amit tenni elmulasztottunk. Amit az imént hallották, átadtam az összhadi parancsokság parancsokának beosztását és a beosztáshoz kapcsolódó feladatokat. Tisztelt miniszter úr, államtitkár úr, vezérezredes úr, köszönöm kitüntető figyelmüket és megtisztelő bizalmukat, támogatásukat. Köszönöm, hogy alkalmasnak és méltónak találtak arra, hogy katonai szolgálatomat a továbbiakban a honvédvezérkar főnökének helyetteseként folytathatom ebben a fontos időszakban. Tisztelt parancsokok és katonatársaim, meggyőződéssel állítom és fenn is tartom, állítottam ezt korábban is, hogy társadalmunknak egy olyan haderőre van szüksége, melynek tagjai kötelességtudóan végzik a feladatukat, nem hátrálnak meg a megpróbáltatások során, bajtársaikhoz, szűkebb és tágabb pátriájukhoz, családjukhoz, nemzetükhöz hűen,
és a társadalom tagjaiban bizalmat ébresztve teljesítik szolgálatukat. Ugyanezt hallhatták tőlem 2016. augusztusában is, nem csatlakoztam. Önök pontosan így cselekedtek, pontosan így működtek velem együtt, és pontosan így hajtották végre rendszeresített feladataikat. Köszönöm a támogatásukat, és büszke vagyok rá, hogy önökkel szolgáltam az összhadnagy parancsnokságon. Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, tapasztalatom szerint helyőrségünk Székesfehérvár, Polgárjai megye, a város, az egyházak, az állami és társadalmi szervezetek, társtestületek vezetői, képviselői, az egyesületek vezetői, az egyszerű befogadáson, elfogadáson és az együttműködésen túl hathatósan támogatják a parancsokság, támogatták és támogatják is a parancsokság munkáját. Parancsokként magam is abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy élvezhettem megtisztelő bizalmukat és megtisztelő támogatásukat. Tiszteltel köszönöm a rendkívül korrekt együttműködést. Kérem, hogy továbbra is segítsék a parancsokság és az új parancsok munkáját, segítsék az itt élő katonacsaládokat, hiszen mi valamennyien aktív lokálpatrióták vagyunk, és voltunk is, bárhonnan is hozott ide bennünket a katonasorsunk. Tisztelt vezérőr nagy úr! A szabályzók szerint működő és megfelelően reagálni képes parancsokság vezetését adtam át olyan katonai szervezetekkel alárendeltségében, amelyek képesek a Magyar Honvédség feladatainak döntő többségét a követelmények mentén végrehajtani. Legyen szó az honi, vagy szövetségi keretek között végrehajtandó országvédelmi, békeműveleti vagy akár katasztrófavédelmi feladatokról, hogy csak a legfontosabbakat emeljem ki. Kívánom, hogy munkatársaival találják meg az optimálisabb, a még hatékonyabb vezetéshez, a hatékonyabb működés támogatásához szükséges megoldásokat, legyen erejük és bátorságuk kezdeményezni és végrehajtani azokat. Huszár János örökét január 1-től Koron Ferenc vezérőrnagy vehette át, aki eddig a vezérkar hadműveleti csoportfőnökségét vezette. Amikor egy átadás átvétel befejezésekor az átvevőt szólítják, és felkérik, hogy mondja el székfoglalóját, általában mindenki valami ütőset szeretne mondani, más elvárásokat szeretne szabni, mint elődje, mert ő az új. Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokság parancsnoka. Szerintem ez magában ütős. Sok munka, óriási felelősség. Elvárás tekintetében pedig talán egyszerű, de semmiképp nem tér el az átadó parancsnok Huszár Altábor nagyúr elvárásától. Jól kell csinálni, és nem csak próbálni, hanem csinálni. Miniszter úr, jelentem a magam részéről egy ígéretet teszek, mégpedig azt, hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy az összhaderőnemi parancsnokság rendszere jól kiszolgálja a Magyar Honvédséget és a hazát. Saját elgondolásom a beosztás ellátásával kapcsolatban a következő. Három alapvető pillér mentén kívánom a vezetői munkámat végezni, de még mielőtt ezekről szólnék, egy tézissel szeretném kezdeni. A stratégiai szint jogosult és felelős a védelempolitikai és a katonai szakmai iránymutatás kidolgozásáért és annak kiadásáért. A Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokság feladata, hogy az iránymutatásnak megfelelően az abban foglaltakat végrehajtsa, és az alárendeltjeivel végrehajtassa. Elvárás, hogy mindezt a legjobb tudásunk szerint a legjobban tegyük. A legfontosabb pillérként, mint első pillér, kell kezelni a nemzeti érdekeket, azok képviseletét. Legyen az bár vezérkari ezredes, vagy stratégiai tizedes, ahogy azokat Kriston főtörzászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa nevezi, mindenki szem előtt ez kell, hogy lebegjen elsődleges szempontként. Természetesen fontos a megfelelés a szövetségi rendszereinkben, a két és a több oldalú szerződésekben vállalt kötelezettségeink teljesítésében, azonban a nemzeti érdekek képviselete kell, hogy vezéreljen minket a munkánk során itthon és külföldön egyaránt. Nem lehet vezérlő elv, hogy a magyarnak itthon és külföldön a legnagyobb ellensége a magyar, aki be akarja bizonyítani, hogy ő jobb, okosabb magyar, mint a másik magyar. Szeretném aláhúzni, hogy csak kizárólag a csapatmunka, mint második pillér lehet eredményes napjainkban, hiszen a rambók kora lejárt, teljesen új kihívásokkal szembesülünk nap, mint nap. Gondoljunk példaként a hibrid hadviselés különböző szegmenseire és formáira. Ezekre a kihívásokra csak a kollektív bölcsesség adhat válaszokat és megoldásokat. Csapatban kell az egyéni érdekek helyét megtalálni és érvényesíteni, és nem fordítva. A harmadik alapvető pillér a hit. Nem beszéltünk a miniszter úrral össze előtte.
hit a munkánkban és annak eredményességében. A Magyar Honvédség történelmi lehetőséget kapott az Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program elfogadásával. Lehetőséget, amellyel csak élni lehet és kell is. Ehhez azonban az is kell, hogy mindenki, aki napi munkáját végzi, higgyen a programban és annak megvalósulásában. Az Zrínyi 2026 program csak erős hittel, kitartó munkával, sok lemondással valósulhat meg, csak így válhat a Magyar Honvédség a régió egyik legütőképesebb haderejévé, amelynek valós, használható értékei és képességei vannak. Ebben a grandiózus munkában természetesen megvan a Magyar Honvédség Összhadarmi Parancsnokság helye és szerepe, amely nem más, mint az elkészült tervek implementálása, megvalósítása, annak érdekében, hogy valódi képességek épüljenek. Amennyiben valakinek más szándéka van a programmal kapcsolatban, nem hisz annak megvalósulásában, nem hajlandó áldozatot hozni annak sikeréért, az rossz helyen van. Annak javaslom átgondolni a jövőt és esetleg átigazolást egy másik csapatba. Nem gondolom, hogy teljesen új dolgokat hallottak tőlem, hiszen sokan önök közül ismernek, dolgoztunk vagy szolgáltunk együtt itthon vagy külföldön egyaránt. Azt kérem tisztelettel előjáróimtól és a csapatom minden tagjától, hogy támogassanak a parancsnoki munkámban, a csapat sikere lehet mindannyiunk sikere, az Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program sikere, a Magyar Honvédség sikere, Magyarország sikere. Simicsko István a szaktárca első embere a Fehérvár Televíziónak kiemelte, jó úton járnak, hogy a Magyar Honvédség feladata a legnagyobb szinten garantálja az országvédelmi terveknek megfelelően hazánk biztonságát. Történelmi jelentőségű fejlődés időszakába lépett a Magyar Honvédség. Van egy világos stratégiai célkitűzésünk, mit szeretnénk elérni, milyen Magyar Honvédséget képzelünk el a jövőben. Erre egy 10 éves fejlesztési tervet állítottunk össze. Ezt a kormánynak bemutatta, megtárgyalta, elfogadta. És ez szerint haladunk. Ez egy fontos vonalvezető egyébként minden szervezet életében, így különösen a Magyar Honvédség életében, hiszen az elmúlt 25 évben inkább zsugorodott, inkább képességekben csökkent, létszámában csökkent a Magyar Honvédség, és az előregedett technikát is megélhetjük. Nyilván arra törekedtünk, hogy az észszerűség keretei között, ahogyan növekszik a költségvetésünk, úgy észszerűen használjuk fel ezeket a forrásokat arra, hogy a Magyar Honvédség képességeiben erősödjön, megbecsüljük a katonákat, megtartjuk a katonákat, illetményemelést hajtunk végre folyamatosan, 2015-höz képest. Jövő évben már mintegy 50%-kal átlagosan magasabb lesz az illetmény a katonáknak, tehát ez is egy jó hír a katonák számára. Fontos volt ezt megtenni. Sokáig nem volt, 2001-ben, 2002-ben volt utoljára illetményemelés. Láttuk azt, hogy sokan elmennek a seregből, ezért is szükség volt arra, hogy igenis a megbecsülésünket kifejezzük, a kormány megbecsüli a katonákat, látjuk, hogy milyen áldozatot hoznak az ország biztonságáért. A déli határaink védelmében 14 országban szolgálnak magyar katonák nemzetközi misszióban, tehát egyéni felszerelésben, ruházatban, illetményben, szolgálati élet és munkakörülményekben szükség van a változásra, a fejlődésre, és szükség van a modern technika, technológia beszerzésére is, miközben persze megtartjuk azokat az eszközöket, amelyek még használhatóak. Erről szól többek között egyébként a Mi-17-es és a Mi-24-es helikoptereknek a üzemidő hosszabbítása is. Nyilván ez azt jelenti, hogy az elkövetkező szakban ez nem váltja ki azt a nagy célunkat, hogy legyenek modern és új helikopterek. Ennek is el fog érkezni az ideje hamarosan. Nyilván a légiszállítási képesség az egy új képesség lesz. Csapatszállító képességet alakítunk ki. Két repülőgépet vásároltunk. Ezek nagyban segítik majd a katonáink eljutatását nemzetközi misszióba és a hazahozatalokat is, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos és mindenki által támogatott döntés volt, nagyon, nagyon nagy előrelépés ez a honvédség életében, és nyilván valamennyi fegyvernemi kultúrát szeretnénk fejleszteni, erősíteni, modernizálni, hogy adott esetben, hogyha bármilyen fenyegetés vagy támadás éri Magyarországot, akkor képes legyen a Magyar Honvédség nagy erőkkel megvédeni az országot. Varga Tamás honvédelmi miniszterhelyettes kiemelte, a Magyar Honvédség történelmi lehetősége és felelőssége, hogy megfeleljen az alaptörvényben rögzített feladatának. Történelmi pillanatban vagyunk, és egy történelmi lehetőség előtt állunk. Az elmúlt 25-27 év legátfogóbb és egyetlen haderőfejlesztési programja az Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programjának során szeretnénk a Magyar Honvédséget egyrészt közelebb vinni a magyar emberekhez, hogy támogassák céljainkat, hiszen a hazavédelme mindenki kötelessége, a magyar honvédek azok, akik ezt hivatásukként élik meg és gyakorolják. Másrészt a
2002 és 2010 között visszafejlesztett, leépített Magyar Honvédség fejlesztésére is szükség van. Fegyvernemi kultúrák kerültek megszüntetésre és elkutyavetyélésre, tüzérképesség visszaállítására szükség van a szállítóképesség újrateremtésére, megerősítésére, és a 10 év végére egy erős, meg létszámában is megnövekedett, önmagában bízó magyar haderő lesz itt Közép-Európában, egy jelentős haderő, amely képes Magyarország biztonságának garantálására, mint hogy ezt teszik katonáink ma is a déli határon nap mint nap. Elhangzott, hogy szükség van tartalékos állományra, és ebben Fejér megye nagyon jó úton jár. Igen, Székesfehérvár talán az első között teljesített a úgynevezett járási önkéntes területvédelmi tartalékos erők toborzásában. Mind a 197 járásban szeretnénk egy mintegy 100 fős századni erőt a 2026-ra a program végére. Ez mintegy 20 ezer tartalékos katonát jelent, összehasonlításképpen 2010-ben 17 tartalékos katonája volt Magyarországnak, és a járási területvédelmi egységek jelentősége azért is fontos, hiszen mindenki a saját szülőföldjéhez, falujához, városához érez legnagyobb kötődést, és így képes ez a területvédelmi tartalékos erő egyrészt része lenni a Magyar Honvédségnek, másrészt egy összekötő kapocs a civil társadalommal. Korom tábornok számára a Magyar Honvédség létének katonai esküjének három alappillére, a példa a felelősségre, az elhivatottságra. Nincs másról szó, mint egy kicsit lefordítva a mögöttem látható leporánon lévő összadenőmű parancsnokság jelmondatát. Tehát nyilván csapatban lehet csak eredményeket elérni, az egyes harcosok, az egyes emberek egyéni érdekek képviselete az manapság nem működik. A bizalom az, hogy egymásért dolgozunk. Utolsóként pedig a nemzeti érdekeknek az alapvető képviselete. Én nem gondolom a szakmai tapasztalatom alapján, hogy a magyar katonának bárkivel szemben, bárhol, akár külföldön, akár itthon szégyenkezni valója volna. Ezért is gondolom azt, hogy a nemzeti érdekek képviselete, a saját magunk érdekeinek a képviselete az nagyon fontos.